Jó néhány évvel ezelőtt, 2017-ben egyszer már az önkormányzat asztalára került az a téma, korszerűsíteni kell a város közvilágítási rendszerét. Akkor a tanulmánytervek is elkészültek, ám a megvalósításról lemondtak. Az időközben bekövetkező energiaár növekedés azonban arra késztette a városatyákat, porolják le a régi tervet. Most annyira felgyorsultak az események, és várhatóan annyira magasak lesznek az energiaárak, hogy egész egyszerűen nem fogjuk tudni kifizetni a villanyszámlát. Most ebben az évben még az év végéig kötött szerződésen, vagy kötött áron vesszük a villamos energiát, de a jövő évben már nem így lesz. Tehát mindenképpen meg kell oldanunk azt, hogy olcsóbbá tegyük például a villamos energiafogyasztást. Ugye több mód van erre, nyilván az épületek villamos energiafogyasztását napelemekkel lehet csökkenteni, illetve a fényforrások ledesre cserélését, és a közvilágítás korszerűsítésén is már évekkel ezelőtt elkezdtünk gondolkodni, de annak idején úgy ítéltük meg, hogy egyelőre nem sürget bennünket annyira az idő, nem voltak annyira magasak az energiaárak, hogy azt a finanszírozásból ne tudtuk volna fizetni. Nem csak az égők cseréjéről van szó, mondja a Perszhofer Ágnes, hiszen az eltökélt szándéka a városnak, hogy a jelenleginél ne legyenek sötétebbek a Tolnai utcák. Nagyon fontos az, hogy ne kipipáljunk egy feladatot, hanem hogy van közvilágítás a városban, pipa, hanem valóban az emberek biztonságban érezzék magukat, és a közterületeket minél nagyobb mértékben tudjuk megvilágítani. Akkor ez egy nagyon jelentős beruházás lett volna, most is az egyébként, hiszen itt akár lámpatest bővítéssel, illetve más kategóriájú ledes lámpáknak a felszerelésével történt volna ez meg. Tehát nem egy az egyben a jelenlegi lámpaoszlopokon lévő régi lámpatestek kicserélését ledes fényforrásra tervezzük, hanem azt szeretnénk, hogyha minél nagyobb fény lenne a városba, tehát legalább a mostani szinten maradna meg a fényerősség, és a régi tendertervet szeretnénk szabványosítani, tehát szabványos tervekkel szeretnénk neki indulni ennek a beruházásnak, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy körülbelül 170 millió forintos beruházást egy ilyen bizonyos ESCO-típusú finanszírozásban fogja majd, tehát gyakorlatilag leasingelni fogja, és részleteiben fogja ezt kifizetni, de a lényeg az, hogy azt mindenkinek tudomásul kell mennie, hogy a közvilágítás az a közterület megvilágítására kell, hogy szolgáljon, és azt mi igyekezni fogunk minél jobban ellátni, de azt viszont meg kell érteniük a lakóknak, hogy a saját udvaruknak a világítását azt mindenkinek magának kell megoldania. A Magyar Kajakkenu Szövetség megkereste Tolnaváros önkormányzatát egy ajánlattal, melynek keretében csónak és kerékpárbédésre alkalmas ingatlan épülhet a csónakház mellett. Ez nyilván csatlakozna ahhoz az országos és megyei kezdeményezéshez, illetve már folyamatban lévő beruházásokhoz, amiben összekötik ezeket a vízi megállókat és kerékpáros megállókat és utakat, akár keveredve, tehát egy helyen lehet kerékpárt és vízi eszközt is bérelni, és aztán mondjuk a Sióról eljön a tolnai megállóhelyig csónakkal, és aztán innen tovább megy mondjuk Domboriba a kerékpárral, és ott újra csónakba ül, tehát nagyon sok lehetősége lesz ennek. Várhatóan akár a vendégészakák száma is, de mindenképpen az ide látogatók száma nőni fog számításaink szerint, és nyilván én már annak idején örömmel vettem ezt a megkeresést. Most döntött a képviselőtestület arról, hogy végül is nem a Tolnai Kajakkenu Egyesület, hanem az önkormányzat lesz a beruházó, tehát a támogatási szerződést is velünk fogja megkötni az MKKS. Tolnaváros egyik jelképe a Szent Háromság szobor, melynek állaga az évek alatt erősen leromlott. Most civil kezdeményezés indult a megmentése érdekében. A kezdeményező Saramó Márta, a Tolnai Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke. Létrehozna egy alapítványt, és tolnai vállalkozók támogatásával, illetve pályázati úton teremtene forrást ennek a szobornak a felújítására. Hozzáteszem, hogy az előzetes tervek szerint itt azért sok pénzről van szó, de
most mi arról döntöttünk, hogy nyilván magának az alapítványnak a névhasználatához engedélyezzük a Tolna nevet, és nyilván mindenféle együttműködési megállapodást meg fogunk kötni annak érdekében, hogy meg tudjon újulni Tolna egyik legrégebbi szimbóluma.